Jó estét kívánok! Mint látják, a lezser eleganciát felcseréltük a komfort kedvéért. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem tudom ki az új, ki az, aki már járt itt. Az újak kedvéért elmondom, hogy az én nevem Csepregi Gyula, és ez a talk show, ez arról szól, hogy mindig van egy vendégem, amit jól ismerek, akivel már van közös múltam, és remélem jövőm is, és beszélgetünk, zenélünk, sok mindent elmond magáról, kipiszkálok belőle olyanokat is, amik a bulvár sajtó még nem. Mondjuk ez a fajta, a mi fajtánk, az keveset szerepel a bulvár sajtóban, tehát ránk nem kimondott a jellemző az, hogy celeb, de talán nem is bánják. A mai vendégem egy olyan ember, aki azt, hogy tényleg a barátom, és nagyon szeretem, azt most nem mondom, mert zavarba jön itt van kint, de így van. Viszont azt büszkén mondom, hogy komoly példaképpen. Ifjú korom óta ő sokkal előbb kezdett el szakszizni, mint én, és már akkor is, ahogy játszott, az egyszerűen lenyűgöző volt, és ez a mai napig így van. Így, hogy a mai napig felnézek rá, azért ültettük most így egymást lejjebb, hogy hát, ha így még jobban fel. Szívem szerint őt ültette volna ide fel, és akkor tényleg fel tudnék rá nézni, de ez nem csak így van, hanem nem csak képletesen, hanem igaziból is szeretem őt, és abszolút tisztelem. És ő a magyar jazz egyik olyan alakja, aki azt gondolom, hogy örök időkre beírta a nevét a magyar jazz történelembe. És hát hogy is, nem mondok róla többet. Őt úgy hívják, hogy Dress Mihály. De ez kapcsolatban megengedi. Ő gyuszízik engem. Ez mindig is így volt, és ezen túl is így lesz. És egyébként nagyon köszönöm a meghívásod. Nem tudtam, hogy ilyen szépeket fogsz rólam mondani. Ezeket a dolgokat nem tudtam. Remélem, hogy igaz is. Ez abszolút. És szerintem meg ez egy nagyon nagyszerű tulajdonsága részedről, már ilyen emberi tulajdonság, hogy eszedbe jut egy ilyen dolog, hogy meghívsz zenészeket, és hajlandó vagy velük beszélni. Valamiben kompenzálni kell a szakszizást, barátom. Na nem, ez tényleg szerintem úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tulajdonság. Az ötlet egyébként abból ered, hogyha nem bánják, akik már voltak itt többször talán unják, de azt gondoltam először, hogy az, hogy ide lejön valaki egy koncertre, vagy eljön egy koncertre, és a színpadon ne játssza a maga dolgát, aztán tapsolnak neki, meghajol, és hazamegy, az egy nagyszerű dolog, de szerette volna, hogy egy picit több is kiderül azokról az emberekről, akik ezt csinálják, és ennek ez egy jó közvetlen, majd meglátod, ez interaktív, itt vannak bekérdezések, bekiabálások, és ez egy abszolút igaz, egy interaktív műsor, milyen? Úgyhogy vigyázz, apukám, itt lesznek kérdések. Hát, ennyire nem készültem föl, de reméljük nem lesz semmi baj. Igen. Az szokásos, hogy te hogy támadt végül is ez a gondolat, hogy te végül is szaxofonos leszel? Lehet ezt tudni? Neked olyan jóra való szüleid vannak, én is vannak. Jó, egy abszolút jó családból származó valaki, tehát nem lett volna ezt követni. Igen, nem is örültek neki, mikor megtudták, hogy szaxofonozni szeretnék. Apukám az nem is engedte először. De ennek volt egy hosszas előzménye, mivel hogy ez, hogy én szaxofonozással akartam adni a fejem, ez 16 éves koromban derült ki. És viszont én már kicsi koromban, nem azt mondom, hogy csoda gyerek voltam, mert én nem voltam csoda gyerek, de viszont az első élményeim zenével kapcsolatosak, és olyan volt a, mint pici gyerek, a zenével való találkozásom, pedig nem, ezt úgy kell érteni, hogy a zenével való találkozás a legjobb helyzetben, vagyis, hogy nekem az édesanyám az földes
községben való születésünk, az Debrecen környéke, Hajdúdévár megye, és a szüleim, amikor összeházasodtak, egyébként úgy kerültek össze, és azért vagyok én trash, és nem mondjuk Karacs, mert sok földesen nagyon sok Karacs nevű van, csak mondtam egy nevet. Mert apám Berecsői falun volt katona, és fábszármazású gyerek volt, és anyám pedig Berecsői faluba járt iskolába, és mint egy katona és egy fiatal lány, így össze is mentettek. És hát aztán így létrejött egyszer csak Misike. Ezt nem érztek. Igen, ám csak hát ugye az 50-es években volt, és nagyon szegények voltak, hát akkor ugye mindenki háború után, és nem tudtak velem lenni, mert mindenki dolgozott, és akkor úgy döntöttek, hogy földesre levisznek a nagymamámékhoz. Nagy szerencsémre már így aztán a legszebb gyerekkorom volt, ennél jobbat el sem tudnék képzelni magamnak. És ott az első élményem egy lakodalomban volt. Tehát az első élményem, amire vissza tudok emlékezni, hogy szekereken utazunk abban egy községbe, és nagy mulatás van a szekéren azokon még. Ha valaki látta a Körhinta című filmet, nekem azért zseniális az a film, mert azt hiszem Fábri Zoltán rendezte, és egyébként az ott van közel abban a járásban, ez Balmazújvárosban forgatták azt a filmet, én azt megtudtam. Az azért zseniális az a film, nem tudom miért, mindenért szól, ez egy nagyon nagy film, bár én nekem az a kommunista ideológia benne, az nem annyira tetszik, de hát az lényegtelen szól, az tényleg lényegtelen, az a kornak egy... követelmény. Így van. De az olyan hiteles az a film, azok az érzések, azok a színészek, ahogy beszélnek meg, ahogy a reakció, szóval az gyerekkoromban ezeket egy az egyben ezt látta. Tehát az csodálatos film, és ez nekem éppen ez egy nagyon kedves film. Na most, ugyanúgy ott megy a Sósinkre szekére, meg a Lagziba is, hogy mennek a szekére. Ugyanez, hát ott akkor ez volt a menő dolog. És mentünk át a násznép kabáról, ott volt a vőlegény, nekem az unokatestvérem volt a mennyasszony, és ez volt az első élményem, hogy megyünk, mulatnak a szekéren az emberek, és kapám pedig muzsikál a cigányzenekar, és hallgatom a muzsikát. Aha. És ez tetszett neked, mint gyerek? Hát én, nekem olyan volt, az, nem tudom, ezt már olyan volt, mintha a mennyországban lettem. Tehát olyan csodálatos gazdagság valami volt, érzéki gazdagság. És ez nekem meghatározta aztán a zene fele való affinitásomat, úgyhogy nem sokára a nagyanyám vett nekem egy szájharmonikát, és akkor már egész pici koromban így fújogattam a kis serfűt, és fújtam majd a ilyen egyszerű csárdásokat. Nagypapámnak nagyon is tetszett. És aztán? Később csináltam magamnak citerát, meg ilyen dolgaim voltak. Tehát abszolút ilyen népi hangszereket kezdtél el játszani, de jó. És akkor keresztmamám közben meg ő egy szakásnő volt, de nem hivatásos, hanem aki falusi neveltetésű, azt tudja, hogy régebben, nem tudom, ma így van-e, lehet, régebben ott legalábbis úgy volt, hogy voltak olyan asszonyok, akik jó főztek. Tehát 200 főre ő megbízhatóan tudott főzni. És akkor nagyon sokszor hívták, Ilusnak hívták, legyen nyugodjan, Judás Ilunak, Máté Sándorné. Tehát keresztelemek hívták Lagziba, és mivel én ott voltam mindig, keresztelemeknek nem volt gyermekük valamilyen nem tudom milyen hiba folytán, nem született gyerekük, ezért aztán keresztanyám úgy tekintett, mint az ő saját gyereke lennék. És itt az összes Lagziba van. És mind így, ahogy mondtad, mindenül jön itt, és akkor hát rengeteg ilyen paraszzenét hallott. Tehát abban volt mindenféle, de ott hallottam szakszit is először, egy altózást, így visszaemlékszem, hogy kisebb szakszofon volt. Volt egy bácsi, aki szakszofonozott, de több banda is volt földesen, úgyhogy nekem az rezes banda is volt még ez az 50-es években. Mondd, és akkor te hogy kerültél Pestre? Kérlek szépen, úgy kerültem Pestre, hogy 6 éves korom után föl kellett jöjjek. Mert az iskolából nem, a apukám nem akarta, hogy úgy mondta, hogy így elkanászódjak, bugris legyen belőle. Apám egy kicsit ilyen
Tehát ő nagyon, szint katonának lett volna jó szó, ilyen nagyon ilyen... Ő mi volt egyébként? Építészmérnök volt. Ez majdnem ugyanaz. Nagyon szerintem. Hát volt, igen. Hát ilyen vonalas volt, szóval olyan értelme, hogy ilyen... Úgyhogy... De nagyapámmal meg nagyszerűen azért jóba volt, meg mint tisztelt. Közben vethetek egy sztorit? Persze. Nem tudom, te tudsz erről, de kerint rólad egy történet így jazzkörökben, ami nekem nagyon tetszik, és én most kiadnak. Kíváncsi vagyok. A László Attila, aki egyébként eredetileg szintén építész, csak aztán ő elkanyarodott abszolút, és hát az építész barátaival tartott azért a kapcsolatot, és egyszer meghívták egy barátaik, ahol is mondta a hölgy, hogy akit szintén teljes építésznőnök, semmi köszönöm, semmi az, hogy hát tulajdonképpen lakik itt a házban alattunk egy fiú, azt hiszem szaxofonozik, és hát mindig azt játssza, hogy és a Giant Steps-nek az első körét építész rétére el tudta szaxofonozni. Azt kiderült, hogy a Misi, figyelj, mennyit kellett ez ott neki hallgatni azt, hogy ezt az abszolút építész asszony a Giant Steps-nek az első körét, a Cold Jazz szám szóló első körét el tudja. Igen, mondjuk szegények, ez már ugye jóval később volt, akkor már álló lakásban laktam, és hát föl is jelentettek a házat. Csodálkozol. Tehát a belső udvaros ház volt, és mi is udvari lakások voltunk, és a legfőső. És tehát ott kinyitottam az ablakot, tehát nyáron a tetőtérben megnéztem. Én voltam ott többször nálad, úgyhogy én ezt tudom. Kinyitottam az ablakot, és gyakoroltam. Na most az egész udvar itt járt a hangkörbe. Sőt, mi azt csináltuk, ott együtt is felvészett. De előtte én már ott nagyon sokat kiálltam, míg ezt megtehettem. Egy idő után már nem szóltam. Először följelentettek, akkor betartottam a önkormányzat tanács, ugye akkor a tanács írta ki, hogy mit tudom én, 10-től 12-ig gyakorolhattam, és 2-től 4-ig azt hiszem ez volt. És akkor ezt ugye be kellett tartani, mondjuk ma már nem folyok ennyit. Ma már kézzelre betartam. Fele is, de akkor föl voltam háborodva, hogy ez kell. Hát jó erőszakos gyerek voltam, ezt nem tagadom. Sajnos, de... Nem, hát te csak megszállottam, csak egész nap szexofóbusztál, de hát ugyanilyen ezt csináltuk. Így van, hát ez ilyen, hogy ez tényleg, ahogy beálljon az embernek a, úgy mondják, hogy az anza, az biztos tudják, vagy ha nem, akkor gyorsan elmondom, hogy ez a száj izmok, ezek tartják tulajdonképpen itt ez a rész, a nádat, ugye, mert egy nád szólaltatja meg a hangszer, és ez a szájtartás, ez nagyon fontos. Na most ez csak akkor áll be úgy, hogy ha nem gyakorol az ember egy napot, akkor sincs semmi baj, vagy kettőt nem gyakorol, még akkor sincs komoly baj. Hogyha egy, mondjuk nem tudom, egy két évig napi 4 órát fúj az ember folyamatosan, hát, sőt, akkor áll be. Szóval akkor lesz egy olyan állóképesség, ami, na jó van fiam, most már ez jó lesz. Szóval, és ugye én ezt akkor már tudtam, és ezt így... Na bocsáss meg, csak közben szúrtam, tehát felkerültél Pestre, mert édesapád úgy gondolta, hogy a városi iskolában neked az lesz az út. Igen, felkerültem Pestre, és akkor nem akarom szaporítani a szót, mert voltak ilyen kis állomások, amik aztán így utólag nekem mind fontosak voltak, mert én magamtól akkor az iskolában, az általános iskolában első vagy második osztályos voltam, indult tango, harmonika és zongora oktatás. És hát én nekem a tango, harmonika az nagyon tetszett, mert földesen olyan is volt. És méghozzá egy Pércsi Zsigmond egy ember állandó harmonikázott, de olyan, hogy névnapokra, mert az névnapokra is fogadtak zenészt. És mondjuk elhívták Pércsi Zsigát, nem úgy mondták, hogy Pércsi. Pécsiga. És akkor eljött a harmonikájával, iszogatott, nem fizettek neki, hanem tulajdonképpen adtak. Jól tartották. Így jól tartották, igen. Lehet, hogy még pénzt is kapott, én azt nem tudom. És akkor búzta a nótákat, mulattak, szóval ilyen kellemes volt, és nagyon tetszett a harmonika is, és beiratkoztam tanharmonika szakra, de hát hangszerem nem volt. Na jó van, akkor mondta a tanárnő, hogy akkor jó van, akkor a zongorázat. És elkezdtem zongorázni, de otthon zongorát se volt. Nem volt úgy, az de viszont annak ellenére, a szolfésból, tehát nagyon érdekelt. Tehát
Hát úgy foglalkoztam én magam vele. Na, a szüleim nem vettek komolyan. És a tanárnő mondta a szüleimnek, hogy vegyenek nekem valami hangszert. És aztán nem vettek, és így aztán ez is elmaradt. És akkor 16 éves koromban, illetve még előbb volt 13 éves koromban, reggel mindig, mikor mentünk az iskolába, nem tudom ki mennyire emlékszik az ilyen 50-es évre született, még a 60-as évre született emberekkel, hogy emlékezzenek rá, hogy reggel, ugye keltünk, tudom én, 6 óra, 4-5, kisfiam, és akkor anyukám bekapcsolta a rádiót, akkor nagyon sokszor, és az mindig baromira tetszett, ilyen pattogos, jó, izgalmas, mert de virtuos, szóval tetszett tényleg, szívből tetszett. Nagyon ízett a és nem mondom, egy ilyen belcsó kéne. Ami a rádióban is van. És akkor édesapám ez azt mondta, na jó, van, kapsz egy benzsót. És akkor elmentünk a hangszerboltba, és vett nekem egy 6 euros benzsót, NDK-játvány volt, de szép kis hangszer, tehát boldog voltam vele. Hát amúgy is szép esztétika. Ez szépként az NDK, az teljesen autentikus, mert az összes indián film. Én volt a benzsó vele. Hát úgyhogy ilyen autentikus dolog vett körül, és akkor aztán később elkerültem a szakközépiskolába, gépipari. Te is benjoztál? Igen, magamtól. Vettem ilyen Bob Dylan füzeteket, akkor már lehetett kapni, és akkor leszövegettem. Ugye oda voltak rajzolva az akkordforrás. Nem jártam senkit, csak láttam, így van a cél, igen, hú, akkor megtanultam, ugye egy számban van 3 akkord. Igen. És akkor megtanultam a 3 akkordot, a számot már hallottam a komjáti műsorából. Igen. És akkor ott volt a szöveg is, és angolul. És akkor... És akkor elkezdtem ezeket ideje. Láttak magam. És marhára tetszett. Haj, mekkora volt akkor még? Akkor már úgy alakult. Kezdett már úgy, de volt nekem is ilyen. Nem hiszem. És akkor az, hát sajnos ezekről fényképet nem hoztam, de talán jó is így mindenki elképzel. Igen, majd mi is úgy döntött, hogy ma a fantáziát. És aztán az volt a jazzhez végül is úgy kerültem közel, hogy a gépipari szakközépiskolában, Kossuth Lajos gépipari technikum szakközépiskola, oda jártam, Csepelre. De SP miért? Na ezt várjál, hát és miért pont oda, vagy miért, vagy hogy? Miért nem mentél itt a vegyipariba? Mert miért? Apám azt itt szerette volna, hogy ilyen műszaki... Műszaki legyél. Igen, műszaki, hogy kövessem a családhagyományokat, ha nem építészmérnök, akkor gépész. Gépész. Tehát azért hagyott választás. Persze. Ez így okay. Beleprogramozva, jó? Hát én meg nem mertem ellentmondani. Persze, hát abban az ugyanaz. Mi azért jól neveltek voltunk, nem úgy volt, mint ma, hogy visszadumálunk, hát azt nem ilyen összör se lehetett. Úgyhogy elfogadtam, hát azt kell csinálni, mint a fatermon. És aztán viszont a középiskolában volt egy osztálytársam, úgy hívták, hogy Nagy László, nem tudom, hogy mi van vele. Most ő egy olyan csudabogár volt, tehát akkor ment a rock kellős közepe, a Led Zeppelin, Tenyőz After, mondjuk ezeket én is hallgattam, ezeket persze, a produkciót. Ezek tényleg jó zenék voltak, mind a mai napon ezek gondolom. És volt egy csudabogár osztálytársam, azért mondom, hogy csudabogár, mert az már akkor gyűjtött jazz felvételeket, magma. Ugye vadászott a rádióba, igen, és akkor vette föl, és gyűjteménye volt jazzből. És akkor egyszer adott nekem egy Dambit újságot, meg megvett a Dambitet is, és kapott, nem tudom milyen, honnan, meg ezt nem tudom, de voltak neki Dambitjai. Tényleg csoda magad. És akkor adott nekem, hát ebből beszélgettem el is, mondja, hogy hát a jazzy, stb. Már nem emlékszem, de na figyelj, adjál már nekem egy ilyen szalagot, mert akkor már volt nekem is magam. Hát ilyen, ami akkor volt nekem, nekem a magyar volt ez a... Szerint eszembe a... mindegy, magyar magnum volt. Nem emlékeznek rá? MK. Nem, az MK az már kazettás volt, nem? Ez olyan volt, igen. Az enyém, hogy olcsos is, és volt benne egy kazetta is. Akkor az lehetett MK. Olyan volt. És akkor
adott a srác egy szalagot, meghallgattam, és akkor onnantól kezdve megláttam a dombot. Nekem mambó volt, mambó szalagot. Az a papámnak, igen. Jól szólt. És akkor egyszer csak kap egy jazz felvételt? Igen, és akkor így beleültem a szaxofonba. Aha. És akkor ott nem tudott, ki játszott a felvétel. Nem tudom, de onnantól kezdve magamtól, mert mondta, hogy hol lehet jazzt hallgatni. Elmondta az élőhelyeket is, ő mondta a Petőfi Sándor utcát először, mert a Sirius előtt, mert 73 körül. Aha, igen, igen. És akkor lejártam, elkezdtem járni ilyen helyekre, meg ő mondta a jazz kedvelőinek a Kis Imre műsorát, és akkor bekapcsoltam, megnéztem, hogy Johnny Griffin-t hallottam, amit fölvettem, őt hallottam először, Griffin. És hát mondom, én ezt szeretném valahogy csinálni. És akkor onnantól kezdve itt titokban, volt egy ilyen titkos álmom, hogy na jó, úgy se a fater, úgy se fogja engedni, de hogy én. És aztán egyszer csak, mert ez másodikos koromban volt a konziban, és aztán befejezem is ezt. És akkor oda mertem állni apám elé, mert már most már harmadik osztályos vagyok, hogy megy a suli, mert úgy nem voltam jó tanuló, de azért nem is volt könnyű a suli egyébként. És hát olyan buta gyereknek, mint én. Meg ezek a technikus képzők, ezek elég nehezek. Nehéz, volt. Igen, nagyon sok ilyen száraz, kemény, száraz adatot meg kellett tanulni, meg ráadásul milyen, tehát gépgyártás technológus, tehát a gép alkatrészek legyártásának a folyamatát nekünk kellett kitalálni, tehát az a szakma lényege. És akkor, hát sok mindenhez kellett érteni. Uh-huh. És hát elég súlyos volt, igen. Főleg az így ilyen, mondjuk Johnny Griffin fényében, igen, már nem érdekli az ember. Igen, nagy szenvedés. Tehát akkor engem már azt tartott életbe. Úgyhogy aztán harmadikos koromban odálltam apámhoz, hogy ha elvégzem a súlyt, hogy nem segítene venni egy szakszofon. Mert hát azt tudtam, hogy nem akartam, hogy ő vegyen nekem szakszofon, de hogy segítene. Micsoda hülyeség! Hát ilyen nyers beszélő volt, hogy ilyen tanulni, mit képzelsz a hülyeséget, de mindenbe belefogsz, mindent abba hagysz, ne idegesíts engem! Behúztam itt azért, behúzott farkú kutya, bementem a kis szobába, majdnem elbőgtem magam. De addig anyám az érezte rajtam, hogy ez azért már nálam komoly. És akkor ő rábeszélt a fatát, hogy beszélj meg vele. És akkor azt mondta apám, hogy majd ha leérettségizel, akkor majd beszélj. Jó, van, akkor boldogultam. Szóval leérettségiztem, és akkor is elküzdött a felébe. És akkor megint anyám közbejárására az első havi részletet kifizette. Aha. Mert 6000 forint volt egy Amati szakszofon, és 2200, azt hiszem, annyit kellett kifizetni OTB részletre. És ez volt július-júliusban, tehát hogy leérettségiztem azon a nyáron, és akkor szeptembertől már jártam a szakmámban, dolgoztam 2 évet a Bellernész Szilvedás Technikai Gyárba, és akkor abból fizettem már részletet. Aha, és közben jártál tanulni szakszizmény? Igen, elkezdtem járni. Csak nem a Babkózsihoz? Először az Állami Hangverseny Zenekarnak volt első klarinétosa, mindjárt eszembe jut, a Kraszna Lászlóhoz jártam, és hát aránylag úgy fejlődgettem, és akkor mondta, hogy ő most nem tud már nekem többet mutatni, nem azért, mert én nem voltam ilyen gyorsan fejlődő egyébként egyáltalán, de úgy látta jónak, hogy tanítson már más. És akkor volt egy olyan iskolám is, hogy Herrer Pál. Igen. És elküldött a Herrerre. Hát én meg fölkerestem az öreg Herrer, akkor még élt. Igen. És ő hozzájártam még, nem tudom, egy évet, azt hiszem. És akkor utána jelentkeztem a konzervbe, és akkor első előkészítőre vettek föl. Aha. És akkor, igen, de egy évet jártam a Pap Józsihoz is. Ugye? Hát én is a Pap Józsihoz is jártam, egy évet jártam. Vettek föl. Azt tudom, hogy amikor felvettek, akkor azt mondták, hogy van itt egy fiú, aki igazából még nem tud szakszofonozni, de olyan lassláifot játszott, a lassláifot játszott el a felvételén. Azt már nem tudom, lehet. De olyan lass life-ot játszott, hogy az már tiszta jazz. Ez volt a vélemény róla.
hogy ez a fiú még megtanul ehhez szaxofonozni, akkor lesz a hát mondjuk egy felvételi nem nehéz nem tudni szaxofonozni. Én például az én felvételimen úgy olvastam Kottát, hogy az Babos volt benne az egyik, és a Siriga Miklós nevű aztán később barátunká vált, tanárunk volt, és hát ugye ott ő nagyon igyekezett, mert nagyon segítőkész, jó szándékú ember volt, és látta ezeken a felvételizőkön, hogy remek kezük, lábuk, meg mindent, én levertem kétszer, felrúgtam a Kotta tartót, szóval teljes tudod, amikor úgy néz be, hogy így van. És akkor kirakta, azt mondja, hát akkor nézzünk valami blattolást. Nekem már az a szó is ilyen. Nekem még is. És hát nem nagyon tudtam én nagyon jól. Hát jártam én zeneiskolába korábban, de az teljes, tudod, az teljesen más, mint hogy most kics. Kitettek valami ilyen swinges, ilyen, tudod, ezért. És hát ott én igyekeztem, de hát tudod, hogy kapufák sorozata, meg előjegyzés, meg a szinkóba helyett, mint tudom én miért. Tehát tudod, és akkor emlékszem, Babos így ült, nem tudom úgy jól utánozni, de mondjuk így. Mi volt a hírás? Majd szakálló volt, nagy haja, meg tornacipő, meg hát tudod, az egész haza. Tudja, Mikükőm, ez melyik szám volt? Mondta, címét mondta a Sirig, azt pedig azt a számot te nagyon szeretem. És ez volt az első pont, még aztán úgy nem is volt semmi, csak ez volt az antré, tudod, utána kellett szakszofonni. De aztán végül is felvettek, mondom, te is hasonlóképpen jártál, hogy amit tudott az ember, azt ott megmutatta, azt vagy rájöttek, hogy ebből lesz valami, vagy nem. De nagyjából így. Ja. Nálam is olyan malőr volt, hogy a kupakot elfelejtettem, emlékszem levenni rá. És olyan zavarban voltam, ugye az élettel függött az ember. Persze. Ezen a pár percen. És akkor minden hülyeséget elkövet zavarába. Amúgy is ilyen nagyon félszektátlásos gyerek voltam, hát apukám köszönhető egy kicsit, de szerettem az öreget, meg nincs semmi baj. És így bementem, és na, játszom valamit, hát így halálideges volt. Persze. Jó, akkor aztán, mit tudom én, somebody loves, jó. És beletem. És akkor ott is a Siriga, vagy nem tudom, kiráncolt, hogy kupakot nem kínálom. Hát, figyelj, ne tedd el. De kupakot is? Itt most már szabadabb vagy. Ahogy a mai művészetet kívánja, ha kupakkal szeretsz játszani, játszál. Én leveszem, hogy legyőzhessen. Rengeteget gyakoroltunk erre a mai koncertre, hogy kitalálhassuk, és olyan darabokat választottunk, ami igazán ritkák a jazz irodalomban. Ennek az első darabnak az lesz a szó, hogy Mr. PC. Thank you.
Hát látod, a komoly összegyakorlásnak van azért a gyümölcse. Ezt nem most gyakoroltuk egyébként össze, hanem 1983 környékén, vagy így valahogy. Tényleg mióta ismerjük egymást? Emlékszel erre? Pontosan nem. Azt tudom, hogy együtt voltunk egy tatabányai jazztáborba, valamikor 81 környékén talán, vagy így valahol, ugye? Ja, igen. 81-82? Igen, mert én 79-ben végeztem el a sulit, és akkor még volt egy-két év, mikor még elmondtam el a... Igen. Én meg 80-ban kerültem a suliba, és akkor azt mondom, hogy utána rögtön 81-ben talán lehetett ez a jazz tábor, ahol együtt voltam. És igazából ott találkoztunk úgy először. Én jártam már én Binder koncertekre korábban, mert a Binder Quartetben játszottam, és ez akkor forradalmi volt egyébként ez a zenekar, mert nem hasonlított semmire. Teljesen egyéni saját zenét játszottatok, és az egy jó zenekar volt akkor. Ja, szeretem. Igen, sokat játsz, sokat hallgattalak titeket. És akkor egy tatabányám, mikor a jazz táborban együtt voltunk, akkor utána meghívást kaptunk ott Németországba, ott voltak Németországból is fiúk, volt egy dobos, meg egy másik szaxofonos fiú, és meghívtak minket Kölnbe. És akkor mi elmentünk ketten Kölnbe. Úgy, hogy a szüleimnek a korál színű zsiguliát kértem kölcsön, akkor még itt laktak Miskolcon, és innen mentem. Én lejöttem az autóért, és akkor utána Pestre, akkor utaz összeszedtük a misit, és akkor beindultunk ketten Kölnbe, mert hát nyugatra kell menni jazz játszani, meg ugye egyáltalán nem, akkor nem, az nagyon nyugat volt. Igen. És hát állati jól éreztük magunkat, mindenen emlékszem, mindenen remekül mulattunk az út során, állati hosszú volt Köln, az nagyon messze volt Csiburival meg különösen. De nem érdekes, és kimentünk és vártuk, hogy na majd itt most. És erre elszállásoltak minket ott ezeknél a fiúknál, akik ma akkor úgy laktak, amit ma már úgy megszokott, meg kapitalizmus van, meg bérlakások, meg... De akkor ezekünk olyan szokatlan volt, hogy egy egész kis lakásban laktak mind a ketten, és hát náluk laktunk, és olyan... Nem olyan fura volt az egész. Igen. Egy ilyen lepukkant gyárba volt a koncert, gyárépületet csináltak meg, így jazz... De akkoriban mi nem voltunk ketteni, nálunk akkor egyetemeken, meg ilyen jobb helyeket volt jazz koncert. Eszembe jutott erre kapcsolatban, bocsánat, hogy egy. A koncert vagy egy ilyen lepukkant gyárban volt, ami most nálunk már kezd újra, vagyis itt kezd elterjedni, és egyszer szóltak a srácok, nem emlékszel, hogy gyertek, mert megyünk takarítani. Ja, igen. Mert próbáltunk, és akkor egy próba, most menjünk takarítani. És akkor nem értettük, hogy milyen takarítani. És mondták, hogy a koncert ennek, ezt ki fogjuk takarítani. És hát nekünk ez nagyon furcsa volt, nem itt, ha nem lettünk volna tiszták, mert még más, csak ez a hozzáállás. És hát kiderült, de hát akkor nekünk ez nagyon fura volt, hogy a zenész szakszervezet szervezett Kölnben egy komoly jazz fesztivált, amiben az volt a lényeg, hogy minden zenész, tehát a leghíresebb amerikai sztár is, meg a legutolsó például... Azt akarod, hogy ne filózzanak, hogy melyiket mondjuk. Hogy gázsitkod minden, legalábbis nekik eszünk. Megint nagyon szép pénzt kaptunk. Hát, hogy ez volt, na viszont ennek fejében, tehát mindent a zenész szakszervezet csinált, és az azt jelentette, hogy a zenész szakszervezet nem úgy, mint nálunk, hogy nem is nincs mindegy, tehát akkor bementek szépen a fellépő zenészek, és ezt a halál mocskos guszkot... Tehát tényleg ilyen lepukkant gyár élő. Szerelőcsarnokot szépen kitakarítani, fölmosni, leportörölni, és akkor... És rendesen, hát ettől nekünk persze nekünk végig nem tetszett nekünk. Ugye nem azért jöttünk ide nyugatra, hogy ezt játszani. És akkor mondták el, hogy te viszont aligyal, vagy nem tudom. De XY-t nem láttuk takarítani, mert ez nem is tudom. Egyébként tudod, ki volt, emlékszel, ki volt az XY? Arthur Blight. És ez nagyon nagy élmény volt. Te emlékszel arra a jelenetre, és sose felejtem el. Az Arthur Blight zenekar, hát előttük vagy utánuk játszottunk, nem is tudom már, előttük.
Azt már nem tudom, de valami, tehát egy napon. Egy napon voltunk. És hát az Arthur Wright az akkor egy nagyon nagy név, most is, de szóval ő egy nagyon-nagyon komoly szaxofonos, nem. És egy ilyen nagy darab, fekete, nagyon kövér ember, így az alt szaxofon, mint egy medál így. Egy ilyen nyaklánc. És hát nem tudom, hogy azóta is filozom, ez nem tudom, de hogy vagy, hogy ez meg volt-e koreografálva, vagy tényleg így volt. Úgy indult, hogy a zenészek így egyenként szállingóztak be, és volt egy ilyen, először egy ilyen fekete párducszerű dobos az ült először, akkor volt egy... Bobby Butler az. Igen, akkor a tubás, vagy tubás igen, volt a Johnson, igen. Akkor nem is tudom, csellista volt, és cselló. És egyenként jöttek be a zenészek, és az Arthur Wright akkor nem. És akkor ezek elkezdtek zenélni, és akkor bejött az Arthur Wright, és nem kezdtek el zenélni, csak így ültek. És bejött az Arthur Wright, és csak ennyit csinál. És elkezdődött a zene, és hát ez döbbenetes volt az egész, és egyszer csak így csinált az Arthur Wright, és az egész zenekar elhallgatott, erre emlékszel? Yeah. És akkor így ilyen nagy, sötét, ilyen véres szemei voltak, és így körbenézett, és no, kiszúrtott egy embert. És akkor ilyen stentori hangon így bemondta, hogy no tape recorder! No tape recorder! De ez olyan hatása, emlékszel? És a szerencsétlen pasas, aki ez a német ott, aki ilyet vette egy ilyen valami magulat, az így megfagyott, és bejöttek érte, és ezt így valahogy kivezetett, emlékszel? És rendesen félt mindenki. És akkor utána az volt a nagy trükk, és ezért nem tudom, hogy ez nem volt-e megrendezve, bár ahogy emlékszem a pasas arcára, szerintem most is így ül. De hogy nem kezdték el előről a számot, hanem ahol ott megálltak, ott annál a pillanatnál így csinált az Arthur Wright, és ott folytatták a kompozíciót. Emlékszel te erre? És akkor ezen, nem tudom, emlékszem, még agyaltunk is, hogy ez hogy lehet, hogy hogy csinálták. Zseniális volt. Hú, ez nagyon, az mai napig te nekem ez akkora élményem. Meg a hangzás is gyönyörű volt, gyönyörű. Különös, szép hangzás. Fantasztikus. Nem olyan hagyományos jazz hangzás volt, nem. Hanem kura. Gyönyörű hangot, milyen hangot fújt ezen az ajtó. A nagy darab ebben majd kiegyenesedett. És akkor felvettek a konziba, elvégezted, és akkor egyszer csak, nézzünk már valamit tőled. Van itt azért a talsó, ha csak nem olyan fénykép, nem az a szokványos. Hát itt van egy, na? Elkezdtem én népzeném. Ja, ezt? Hát mondjuk, vagy na most fényképeket fotók. Van nekem egy kis házam, Balaton felvidéken, Kisöskusztán, elhagyott, kihalt kis falu, de még van benne, 15 ház van benne, és ilyen innen-onnan jött, ott így mondják, hogy bevívó emberek megvették a házakat. Én bevívó? Bevívó. De jó. És vettem ott egy kis házat, és emlékeztem... Nehéz ezt a szaxofont fújni, látom, mert már nagyon piros a fejed. Igen. Ez egy ilyen mulatság, augusztus 20-án szoktunk ott rendezni egy sátorban ilyen kis összlépi dolgot, és ott zenélünk, és ott bárki bejöhet, és akkor tiszogatunk, meg csinálhatunk szendvicset, és jó szokott lenni. Úgyhogy ez na, a... most lehet, hogy meglátogatok idén. Jó van. Ha nem félsz oda jönni. Mert ilyen, de mondta, hogy viszinek, hogy tehát nincs közműves. Hát ilyen régi esemény. Aha, te jó. Hát ez ott készült. Egy nagyon tehetséges szaxofonos fiú, különben, aki az ütőgatont hangolja, Bede Péternek hívják. Uh-huh. Népzenét játszik főleg, de elvégezte, hogy aztán szokott, de valami jó fúj. Tehát népzenét nagyon-nagyon levett. Tényleg te tanítasz? Nem. Sose gondoltál rá? Nem. Nem. Nem érdekel az a része. Hát... De tényleg kérdezem, mert neked annyi minden. Nem tudok én tanítani. Belefogtam, volt rá példa, most nem olyan rég megkeresett egy fiatal ember, és mondta, hogy segítsek neki. Hát mondom, figyelj barátom, én nem vagyok tanár. De mondom, ha úgy gondolod, akkor szívesen egy-két tanácsot adok. Megmondom, ha ráérek és van idő, akkor eljössz hozzám, és akkor segítek. Uh-huh. Na most ez ment egy évig.
mondjuk így havonta egyszer találkoztunk, és akkor rájöttem, hogy szerint így, tehát hogy ez nem jó. Uh-huh. És mondtam neki, hogy nem jó ez így, hogy havonta találkozunk, mert akkor, tehát nem, lassú a fejlődés. Tehát mondtam neki, hogy inkább keressen egy fiatalt, aki metódussal elkezdik tanítani. Mert ugye én tudok segíteni, gondolom bizonyos dolgokban, de arra, hogy igen, a tanár legyek, arra nem. Igen. Nem, uh-huh. Én is így vagyok egyébként, én tanítottam tudod sokat a jazz táncot, majdnem 20 évig. Ja. De így magánemberként én se tanítok, mert nem tudom egyrészt a rendszerességet bevállalni. És aha, hát azért mennek érdekes. Hát, és az, hogyha nem rendszeres... Lehet, hogy a házam is rajta lesz. Na, tessék. Bocsánat, hogy szaladba vágtam. Ja, ez a kis őspusztai harangláb, ez az egyetlen nevezetessége ennek a kis falunak. Ez egy Árpád-kori maradvány, egyébként ugyanilyen paraszbarok, de föl lett újra szentelve, mert ez össze volt borulva már. És a tiszteletes úr mondta, hogy ez, meg a műemlékvédelemtől mondták, hogy ez Árpád-kori. És képzeljék el, hogy itt ennek a kis őspusztai falucskának a területén van egy homokbánya. És ott volt egy Árpád-kori templom, amit azt szépen azt is elbontották és kibányázták kommunizmusba. Aha. Hát ott történtek érdekes dolgok. Ez nem a te házad. Nem. Még nincs ilyen. Hát sajnos itt ez egy, van gazdája, de egy olyan ember, aki nem törődik vele. Na mindegy, majd ha látok valamit szólok. Jó. Egyébként az én házam innentől 10 méterre van. Nem látszik. Igen, itt van a kút, ahol fotózik a lány, és áll a Volkswagen Transporter, ott van a kút, mert az utcán van kút. Aha. Neked a kertedben is van kút? Ott furott kút. Furott kút. Vagyis rakott kút, meg kőből. Na, régi kút. Igen, igen, igen. És kitisztítottam, azt meséltem, hogy igen, igen, jó víz van. Jó víz van. Úgy olyannyira jó, hogy abból locsolok, de én is szoktam a nyáron, amikor van szivattyú, és locsolok, van veteményem, szoktam menni paradicsom, palántát, cukkinit, barlizsát, paprikát, zeller, ezeket az dolgokat mindig megszoktam. Új hagyma. Halálkomán. De jó. És akkor, na? Ez az én házom. Állj meg! Állj! Ott van, hogy a szépen mögött van egy ilyen hív, az az én házom. Nagyban. Az. Kisős pusztani, és az az én kocsi. Ott. Ez igen. De az a kis pöcs. Ez nem kis ház, hát ez egy rendes nagy. Hát ez egy régi paraszház, igen, de egy szobakonyha egyébként. Aha. De gyönyörű, szóval én tényleg most nem akarok itt a régi világról papolni, mert nem vagyok én úgy értője, de komolyan, ahogy oda bemegy az ember egy ilyen épületbe, akkor érzi azt a léptéket, ahogy szokták mondani, azt az egyszerű emberi léptéket, ideális, pont úgy van kitalálva az arányrendszerre, hogy bemész és jó, de jó itt. Igen, igen, igen. Nagyon ezt régen nagyon tudták ezt, hogy kell ezt ilyen emberivé varázsolni, pont. Meg hogy ki ugye gazdaságos is legyen, tehát nem építettek fölöslegesen nagy dolgokat. Persze, persze. Hát egy szó. Hát igen, de az pont annyi, amennyi, igen. Hát kint éltek, csak nyáron kint éltek végig télen, meg bementek aludni, és a konyhába el voltak. Igen, igen, igen. Szoktak lenni ilyen versenyek, ilyen súlyemelő, meg futóversenyek, ilyenek. Ez most azt reprodukálják. Őt világos Istvánnak hívják, egyébként 10 gyereke van. Éj, a Buda kell is az akkor az. Ez a három, és ő hozta rendbe egyébként a harangládon. Nagyon szép kis harangládon. Tényleg. A Veszprémi, nem tudom, Veszprémi. Ő nem nyerte meg az előző versenyt. Nem, de már 56 éves, úgyhogy aha. Egyébként nagyon, tehát még most is nagyon jó kondiban van. De már jött a fiút van. Ja, amúgy. Ő is jó izmos kis gyerek, csak itt nem látszik annyira. Rólam nincs ilyen kép, hála Isten. Nincs. Pedig én is gazdában járom. Addig vártam pedig, hogy legyen egy ilyen súlyemelő. Lehet, nem tudom. De ezt én csináltam, ezt valaki csinált, és kaptam tőle ajándékot. Aha. Jó, hát ezek úgy mennek, aztán igen, majd ha valami olyan szép látszik, lányok is vannak.
Igen. Most egy kicsit komolyabban akarok tőled kérdezni, hogy ilyen ez is kiderüljön azért, hogy végső soron te, ami benned a legjobban becsülendő számomra, hogy te ezt kitaláltad magadnak, hogy te milyen zenét akarsz játszani, de már nagyon fiatalon. És te azóta tulajdonképpen ezt töretlenül csinálod. Nem érdekes, hogy milyen idők jöttek, vagy milyen szelek fújtak, vagy divat volt, vagy nem volt divat, vagy kaptál érte hideget, meleget, gondolom, ezt te jobban tudod, mint én. De téged semmi nem érdekel, te behatároztatod, hogy csinálsz valamit, ami téged érdekel, és kitaláltál egyfajta jazzzenét magadnak, ami nem hasonlít semmire. Én azt elégként mondom neked, hogy ez egy igazi, hamisítatlan kelet-európai jazzmusika, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Sem akartál se amerikaiakat majmolni, se nem tudom kiket, hanem téged érdekel a magyar népzene, és te valahogy ezt ötvözni akarod azzal, amit te tudsz a jazzből, és ezt te úgy csinálod most már nem is tudom, közel 30 éve. Hogy ez hogy volt az eredetileg, hogy alakult ez így ki? Hát köszönöm a dicsérő szavakat ismét. Hát úgy alakult ki, hogy hát ugye ahogy mondtam először, Johnny Griffin szaxofonozással varázsolt el, akkor beiratkoztam a jazz tanszakra és tanulgattam, és akkor elkezdtem így magamtól otthon így. Hát úgy mindenki otthon elkezd fülölni. És akkor valahogy, nem tudom, nagyon szerettem a nagyszüleimet, és meg ugye a földesi rokonságot, meg azokat a hangulatokat, mindig nagyon hiányzott, és hiányoztak azok a kedves emberek, és akkor úgy valahogy így motoszkált bennem, hogy úgy fújjak, hogy az eszembe jusson, vagy hogy az megkarcoljon, az az érzés. Tehát, hogy visszatérjen az. Igen, mondd valami olyasmiket fújjak. Csak zárjára, az... hogy itt van az, hogy minden felnőttkori probléma a gyerekkorra vezetett vissza. Hát igen, egyébként azt mondják, 6 éves korig alakul ki az ember alapvetően, tehát az igaz. Tehát olyan erős impulzust kaptál, hogy te tényleg egész életedben azóta is azt keresed. Hát valami. Sajnos már, hogy mondjam, ez azért ugye meghaltak a nagyszüleim, aztán most már keresztül. De nem azt az érzést mondjam, azt keresed. Az is elhomályos, utána utána belebonyolódtam én már egy olyan útba, bocsánat, beteg vagyok egy kicsit. Tegnap még alig tudtam mozogni az ágyba is. Tényleg. Szóval, hogy belebonyolódtam, aztán már nem is érdekelt, úgy, hogy nem érdekelt, már nem követtem, hogy jaj, most a nagymamám vagy a nagyapám anyája. Hanem már akkor jött magát, hogy csináltad a magad. Igen, aztán csinálod, és aztán a végén már úgy csinálja az ember, de és ez lehet, hogy és akkor másba is belemer egy kicsit fogni, vagy nem tudom. Tehát elindultam ezen az úton, az indítékom ez volt. Aztán ennél fogva el is kezdtem el. De akkor még amikor ezt elkezdted, bocsáss meg, akkor még ez nagyon nem volt divat, ez, hogy a népzenét a jazzbe behozzuk, vagy egyáltalán. Tehát hát, nem volt, nem volt divat, az biztos. Az nagyon nem volt divat, sőt, hát ez egyáltalán a jazzisták szemében ez egy borzalmas ilyen szálka volt, hogy te hogy mit akarsz itt ezzel a magyar? Mondjuk volt-e előzménye, bár én nem elsősorban, ő megerősített, inkább így mondom, szabad, hát, igen. Tehát ő megerősített, mert én aztán elkezdtem őt hallgatni, hát nagyon kemény előzenéje van, és van, aki nem szereti, de én tudom, hogy nagyon tiszta, nagyon erős zene van, néha vannak hibái, de ez... Nem, az így van. És én nekem mondom, az indítatásom innen eredt, amit az előbb elmondtam, és próbáltam olyanokat fújogatni, hogy ezek a élmények tényleg éljen, fölélegjenek bennem. De hát akkor még tényleg fiatal voltam, ahogy József Attila mondja, hogy akkor még őszinte ember voltam. Ez sajnos igaz, hogy az ember még fiatal van a 20 éves korában, 18-20 éves korában, még talán még később is, hogy annyira eleven élnek benne dolgok, és annyira azonosítani tudja, hogy szerintem majdnem olyan, hogy meg tudna halni a adott pillanatban. Igen. És ugye az ember már később ezektől tompul is, meg tudja, hogy ezt nem lehet. Mert igen. Hát lehet, csak akkor ugye vége van a történetnek. Mert ez az egy, tehát olyan nyíltan élni, az, hát ezek már nehéz dolgok, tehát az veszélyes is szerintem. Mm-hmm.
És, de viszont elengedett, igazából fontos is. Igen. Tehát, hogy ez egy, hát, hogy volt ki, volt talán... Ennek a balansz az, igen, ami a legfontosabb. Igen, hogy igen. Úgyhogy... De nem akarok nagyon elkomolyodni, csak, ennyi. Csak az, hogy te ezt így töretlenül csináltad, és aztán mindenfélét mondtak rád, hogy ilyen free saxofonos vagy, meg aztán olyan... Igaz is volt, én utólagosan be is látom, hogy nagyon sok hibát követem. Minden ilyen formációdat imádtam. Tehát én nekem sose tűnt ez fel, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem te vagy a Dresdmisi, és bármit fújtál, az mind a helyén. Igen, az biztos, hogy vállaltam, mert tiszta erőből csináltam a dolgokat abban az időben. Hát most is, csak ma már máshogy szól, azért már sok mindenen túl vagyok én is, és tudom, hogy már úgy nem, már azon átmentem, már nem. Igen. Tehát más. Az út az igazából végtelen az ember számára, ameddig él, addig. De mindig úgy kérdőjeleztem benned, hogy meg úgy csodáltam, és meg nem is, én azt gondoltam, hogy én nem ezt szeretném csinálni, de viszont nagyon becsültelek érte, hogy te sose bentél el, semmilyen más irányt nem vállaltál. Tehát ugyanakkor, amikor én azt vallottam, hogy én egy szakszofonos vagyok, és ez egy szakma is, és mint olyat, ezt nekem a legmaximálisabban meg kell ugye tanulnom, és akkor én minden műfajban úgy otthon akarok lenni. És akkor én csináltam, te tudod a legjobban. Igen. A tánczenétől, a poppon keresztül, a nem tudom, ilyen klasszikus, ilyen, nem tudom, mik elváltak. Aztán én mindenfélét elvállaltam, mert én mindegyikre úgy éreztem, hogy ez egy ilyen, egyébként a mai napig így van, hogy olyan kihívásnak, vagy nem tudom, nem szeretem ezt a szót, de szóval olyan, úgy érzem, hogy ez egy olyan szakmai, most leteszel egy szakmai médiódat, ha te azt is meg tudod csinálni. Igen, értem ezt. De te ezt sose csináltad, és én azért mindig csodáltalak, tiszteltelek, de úgy mindig bennem volt, de miért nem, amikor valaki így tud szakszofonozni, hogy miért nem. Te sose érezted ezt fontosnak, vagy úgy gondoltad, hogy ezzel valamit elárulsz, amit neked a szakszofonozni? Hát ha nem is így, volt, amikor úgy éreztem, hogy elárulom, igen, az tény, de most nem úgy gondolom, nem is tudtam volna máshogy, szóval, hogy annyira így el volt. Éreztem, hogy ezt nekem ezt csinálni kell, hogy nekem nincs arra szükségem, hogy... Bár tudtam, hogy bár én akkor azt hittem, hogy hú, hát én mekkora vagyok. Aztán később én hát akár hiszi a kedves közönségnek, te is akár nem, én nagyon megszerettem ezt, mert utólag most is lesz, amit majd vissza kell neki megnézni. De én megszenvedtem, mert így, hát már, hogyha ott lennék, nem csinálnék. Nem csinálnám, de nem úgy. Igen. Tehát csinálnám, de nem úgy. Ráadásul akkor megvoltak már bizonyos dolgok, tudásom, ami alapján nem kellett volna úgy csinálnom. De viszont olyan energia volt, olyan akaratosság volt bennem, ami egyszerűen nem hagyott. Tehát itt szinte ilyen robbantani akartam. Aha, tehát, hogy mindent fél akartam az utamból söpölni, hogy ez van és kész. Szóval ilyen fanatikus voltam. De ez nem rossz egyébként végső soron, tehát azért ez azt jelenti, hogy neked töretlen utat van ebben a zenében. Igen, de viszont ilyenkor az ember, ha ilyen tulajdonsága van, sok embert meg is bánt. Aha. Tehát az évek során ugye azért én hirtelen természetű voltam, és hogyha úgy alakult, akkor hát így nem rejtettem a vék alá a gondolatom, tehát nem gyorsan kivontam, hogy akármilyen szavakkal, pedig hát ilyen nagyon vékony voltam, meg egy ütésre így levágtak volna, de nem féltem, hanem így egyszerűen tudtam, hogy ez így van, öcsém, miről beszélsz. Szóval nem el voltam szállva, de aztán későbbiekben azért benőtt a fejem lánya talán, és nem örülök neki, hogy akkor olyan voltam, de hát ez így van, már most már nem tudok elérkezni. De annak az eredménye az, hogy téged most már valamivel fémjelez, azt mondják, hogy Dresdmisi, akkor ez egy bárkanév, egy bizonyos fajta zene, egy bizonyos fajta valami, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Igen, mondjuk ezt feladatomnak is tekintem már, még hogyha szabad egy mondatot, vagy kettőt gyorsan hozzáfűzni, hogy szépen fogalmazzam, hogy nagy félreértve tőlem, hogy hát az emberben, hogy úgy elér az 50. évéhez, már több vagyok most, teljesen mindegy, de egyszerűen jön egy olyan igény,
Tehát meg nem az a cél, hogy elpusztulunk, hanem az a cél, hogy beérjünk. Vagyis hát nem a, hát ez egy természetnél fogó nagyszerű dolog egyébként. Hát a legszebb szerintem egy idős, öreg ember derűvel, az milyen nagy dolog azt megélni, és azzal a tapasztalattal és nyugalommal megy, akármerre kell menni. És szóval, hogy ezt megélni, ez nagyon nagy dolog, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egy bizonyos kor után az ember viszont nem lehet forradalmá, hogy bár úgyis az embernek nem tett a mai világban, meg aztán egy csomó dolog van, amire most is azt mondanám, hogy ez föl kéne robbantani, de hát nem lehet, ugye? Nem, nincs rá eszköz, és nem megy bele az ember ilyen hülyeségbe, de lelkemén a sok dologra most is azt mondom, hogy ezt nem. De nem próbáltam fel természetesen, hanem rá fókuszál az ember a zenéjére, és ugye ebben az országban élünk meg, ahol élünk. Tehát magamnak is be akarom azt igazolni, hogy ismerjenek meg. Tehát, hogy az ember persze nem akármilyen eszközökkel, hogy olyan szépen jó játszok, hogy megismerjenek. Abba bízom egyébként, hogy ha valaki valamit jól csinál, akkor még ha nincs is olyan nagy segítsége, valahogy az kihat. Uh-huh. És azt gondolom, hogy... Ebben közösen gondoljuk, igen. Hogy ez egy idő után, hogy szépen, tisztán, jól játszani és megismertetni magát az embernek, ez fontos, mert hogy ez egy életpálya, hogy mondjuk free jazz játszottam 25 éves koromban, akkor hülyének néztek, mondjuk, de nem baj, ez most nem ez persze, nem. Most nem azt játszom, de hogy azért nem volt az hülye, nem. Mert most meg már az esetleg bele tud fújni a hangszer, vagy bármi. Tehát, és ez azért fontos, az embernek a saját megmutatása miatt, hogy meg kell küzdeni azért, hogy beérjen az ember. Na. Igen. Nem érzed azt, hogy itt lenne az ideje mondjuk a furuljázásnak? Mert hogy ami most, hogy mondod? Nem, de most úgy érzem, hogy itt az ideje annak, hogy te mint népzenész is megmutatkozz, mert hogy már elég régóta foglalkozol ezzel. Igen, az igaz. Most ez egy ilyen fura furulja, majd mesélünk el. Ez egyébként sima furulja, csak van. Csak görbe. Igen. Thank you.
én nem tudom, hogy vannak, de én valahogy úgy most itt ültem, hogy én reggelig elhallgattam, nem? Ugye? Ennek azt éreztem, hogy ennek semmi köze semmihez, itt abszolút felül, bár ne arra úgy, hogy ennyi szerint, de tényleg úgy gondolom, nem szerint dicsérlek, de ennek semmi köze nincs, semmiféle, ez felül emelkedett minden, most ez vagy népzene, vagy bár, ez annyira zene, hogy teljesen mindegy, hogy az eszköz, meg a hangzás, és most népzene, meg gondolom autentikus népdalokat játszott, de akkor is valahogy úgy játszott, hogy tényleg az ember így ül és hallgatja, és azt érzi, hogy apropó, ha lehet, kérünk egy kis bort, meg vizet, és olyan a hangulat, nem tudom, lehet ez világ intézkedni, de ha lehet, akkor kérünk, de szóval, hogy elborozgatni, elvizezgetni, és reggelig ülnék és hallgatnám, mert annyira olyan. És ez biztos, hogy ez egyfajta érettség, amiről beszéltél. Te ezeket gyűjtötted, vagy hogy csinálod ezt? Nem gyűjtöttem, de hát sokat töltöttem olyan emberek között, ahol akár eredeti idézőjelben eredeti helyeken is jártam, tehát ez mondjuk Gyümes középlakú muzsika volt. Ott voltam több vízben. Mi az a Gyümes középlap? Az a középlap az merre van? Hát az a régi magyar határnak a legszél, tehát a határnak a keleti Kárpátok. Aha. Gyümes de Székelyudvarhelytől? Székelyudvarhelytől még egy 100 km. Még egy 100 km. Ez benne van a Székelyudvarhelytől, még több mint 100. Aha. Tehát benn van a hegyekben, igen. Aha. Van egy völgy, ami megy át Módva nevű, ahol igen. A csángók élnek, tulajdonképpen az volt régen az Etelköz. Aha, és igen, tehát oda megy át ez a szoros, nem is völgy, hanem gyümesi szoros. Igen, ez szoros. Igen. Egy országút, és hát az ország, hát magas hegyek vannak, és patakok vannak, ugye jönnek lakai, és a patakok mellett vannak a kis utcák tulajdonképpen, én kis, vannak elnevezett boros patak, Hidegségpatak, stb. Sertérpatak, stb. Sok lehetőségek van. És akkor így laknak az emberek így. És akkor a főúton megint van egy-egy házsor, és akkor egy érdekes település. De elég nagy terület egyébként, tehát sokan laknak, nem tudom, 20-30 ezer ember. De jó. És magyar lakta, tehát vannak romák. Ahogy ott ugye szín magyar, igen. De nem. Tehát a kulturálisan teljes. Tehát Ők szinte tényleg ilyen autonómiában élnek, majdnem hogy. Igen. Ennek egyébként még mindig Székelyudvarhely a központja, tehát nekik is. Csíkszereda van közel hozzá. Jó, és te oda jártál és hallgattad? Igen, még szeretnék is kimenni, de voltam ki. Igen, hát sok élményem van. Tehát megismerkedtem. Halmágyi Mihály, nem tudom, hogy ki ismeri, vagy is a nevét, ugye sajnos már nem... Ne kérdezzék, hogy mikor született. Cigány származású Prímás bácsi volt, Halmágyi Misi bácsi. Halmágyi Gizella volt a felesége. A Gyümesben úgy van ez, hogy hegedű és gardon. Ez az ütő hangszer, volt a képen is egy ilyen hangszerecske. És általában úgy csinálják, hogy egy családon belül az asszony használja a gardon. Tehát, hogy ez praktikus oknál fogva, hogy a zenész család ne ossza el a pénzt. Tehát, hogy nem gazdag, tehát nem, szegénység van azért. Tehát nem éhezés szintjén, de nagyon megdolgoznak, fakitermeléssel foglalkoznak különben. Tehát, és nagyon kevés dolog termelt meg, tehát krumplélát. Tehát a fával kereskedtek régen, hát most már van ipar is, bejárnak Szeredába, meg nem tudom. Meg állattartással természetesen foglalkoznak. Na és akkor, hát én megismerkedtem ezzel a zenével, hát Magyarországon először furiáztam ugye, és ott nagyon sok furiás is van, például van egy Klimár. Ott kezdtél el furiázni, vagy itthon kezdtél el, és rájöttél, hogy ez oda kell menni, hogyha te akarsz valamit? Itthon, úgy, hát egyszer Zsókát ismert, ez a régi kedves barátnőm, és ővel elhatároztuk 80-as évek elején, hogy menjünk ki Erdélybe. De akkor még én nem nagyon hallottam a táncház mozgalomról. Uh-huh. Pedig akkor már nagyon komoly dolgok voltak. És Zsókával vettünk
vonatért kimentünk Rászbájnál, Székelykocsát, ott Marosvásárhely előtt van, ott kellett átszállni, a kupán Marosvásárhely, és akkor ott leszálltunk, na jó van, akkor menjünk be Székelyföldre, ott van egy, most már megszüntették, de volt egy kis vonat, ami ment be Székelyföldre, a Székely Marosokat vitte Marosvásárhelyre, hazamegyünk, az egy állandó vonatjárat volt, ilyen nagyon kis, olyan vonatokra felszálltunk a vonatra, és olyan volt, hogy ki lehetett látni a padlót. Tehát ahogy ment a vonat, és tehát majdnem, hogy életveszélyes volt, tehát ilyen szét volt rohadva már. Igen ám, de 1911-ben, 11 óta működött az a vasút vonal, és a vasúti sínbe bele volt írva a Diósgyőr 1911-ben. És akkor hát ott egyből maguk kitmenni, hát nagyon barátságosak voltak ott az emberek, és kérdezték, hogy kik vagyunk, meg mi járatban vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát szeretnénk megnézni Erdélyt, Székelyföldet. De nagyon kedvesek voltak, egyben mondták, hogy hova szálljunk le, Nyáradra metén kellett, mondták, ott szálljunk le, erre mit szól a román neve. Nyáradra metén szálljunk le, és akkor menjünk el ehhez az emberhez, és akkor majd az szerez szállás, mert akkor nem lehetett már szállás. Tehát aha, nem volt szabad háznál el az időtetéssel. Na mindegy, hát erről meséltünk, mert még gyívesi sehol nincs, még 10 évvel ezelőtt előtte vagyunk. Majd Ólapesten vagyunk. Na lényeg az, hogy... És akkor elmentünk ugye, a stoppal mentünk onnantól, kezdve aztán elmentünk Gyergyóba, és fölmentük a Békási szoroshoz. És a Békási szoros, na hát az gyönyörű egyébként, szóval félelmetes, szép természeti tünemény az. És hát ott elmentünk a szoros legvégéig, ott a gyilkos tornyból, és ott egy öreg román bácsi, nagyon aranyos kis román bácsi, ott ült egy ilyen nagy tarisznyával, ott nagy divat ez a szőr nagy tarisznya, azt hordták az emberek, és tele a dugi fújjával. Hát ő fúriátokat csinált az öreg. És akkor ott ült szép, hogy le volt, és erre, és tutujázott. És oda mentem hozzá, és akkor hát én is szeretnék. És mondjam, nem tudom, ahogy mondják, nem tudok románul. És akkor elkezdtem ott próbálgatni, tehát nem tudtam semmit, csak ilyen G-túr meg próbáltam folyogatni. És akkor mindenki így bólogatott a szerepben. Szerintem hülyének nézett. Na mindegy, ezt vettem egy ilyen kis furuját. De közben utána voltak ilyen nagyméretű furuják, de garmadával tele. Szóval marha jó dolgos furuják voltak, de akkor ugyanígy. És vettem egy ilyen kicsit. Na és hát azzal is boldog voltam. És hazajöttünk, és akkor itthon hallottam először, hogy Juhász Zoltán nevű. Azóta barátom Juhász Zoli, és Sárhinger Kálmán ketten furjázni a Molnár utcai táncházba, mert aztán elkezdtem járni táncházatba, és Gyimesit játszott a két furjával, és nagyon-nagyon tetszett. És akkor kimentem, elmentem először a Juhászhoz, és akkor mondta, hogy hát menj ki Gyimesbe. És akkor kimentem én is Gyimesbe, stb. És hát elkezdtem tanulni. És a Halmágyi Misi bácsival pedig úgy ismerkedtem össze, aki ott egy nagyon híres prímás volt, aztán az Erkol Jánossal is szerencsém volt összeismerkedni, de ő vele nem volt olyan szoros kapcsolatom, mint a Halmágyi Misi bácsival, hogy 88-ban jöttek át először Magyarországra, erdélyi zenészek, azelőtt nem volt. Csak úgy jöttek át, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia valakit lopva áthozott, és akkor... Szóval nem, ez nem volt egy általános dolog egyáltalán. Ugye mesélek valamit. És akkor 88 bácsi, Misi bácsi, hát olyan reveláció volt, akik táncházba jártak azoknak, hogy jön a Halmágyi. Hát nagyon híres filmás volt ilyen gyümesi zenében egyébként. Sajnálom, hogy hát ezt meg kéne hallgatni, de hát nincs most erre mód. Hogy, hát csodálatos zene az, ahogy az muzsikál. Tehát ezt az ősi zenét, ahogy játsza, nagyon szép, és sok ilyen lassú, ilyen keserveseket játszik, tehát olyan szépen, meg ilyen sebes csárdásokat, meg lassú magyarosokat, olyan, tehát ilyen szikrázik, szóval olyan erős ritmata van, nagyon erős tartás van abban a zenében, de az ottani emberek is olyanok, hogy tehát nagyon kemény
emberek vannak ott. És az, a táncuk is olyan, hogy erős tánc van. Úgyhogy... Képzeld el, hogy ezekből az időkből van egy történetem, akkor én ez olyan 82-83 környékén lehetett valahogy, akkor oda jártam ugye a Ponzira, ami a Benczúr utcában volt, akkor még a jazz tanszak, akkor nem volt egyetemnek, semmi nem volt, csak így per jazz tanszak. És volt egy osztálytársam, akihez mondta, hogy jön egy erdélyi rokona, és ott az Andrássy úton, ma is ott van, van egy ilyen elegáns kávéház, ott a Bártó színházzal szemben, nem tudom a nevét. És akkor oda beül, üljünk be, és akkor ott az egy Lukács kávéház, igen. És oda üljünk be, és akkor ott találkozik ezzel a rokonával, aki egyébként egy sebész professzor. És ilyen ideggyógyász, meg ilyen agysebész. Jó, mondom, de komoly. És megjött egy ember, egy ilyen borzasztó, rossz minőségű öltönyben, mert az egész olyan riadt, jött ott, nézegetett ott a cukrászdába, és képzeld el, hogy képzeljék el mindannyian, hogy hát mi ott ültünk, ugye jazz tanszakos, nekünk sem volt sok pénzünk, de hát azért kértünk egy somróli galuskát, meg úgy megkérdeztük udvariasságból, nagyon jó fej volt egyébként, és mondta, hogy hát ő nem tudja, hát akkor nem is egy somróli galuskát. Jó. És kihozták a somlói galuskát, és a professzor, aki egy nagyon komoly ember volt egyébként, rendesen így elkezdett így folyni a könny a szeméből. És mondta, hogy hát ő a háború óta nem látott tejszínhabot. És emlékszem, hogy ez akkora ilyen megdöbbenés keltett bennünk, hogy egy agysebész professzor, aki átjött ugye Erdélyből, és a somlói galuska, rendesen így folytak a könyvek. És aztán persze kiderült, hogy azért jött el, mert a Ceausescu-ra mellé mindig volt rendelve egy ilyen pszichiáter, idegsebész, agyprofesszor, mindig volt egy felügyelet. És ezek az emberek időnként egyszer csak eltűntek. És ez a professzor kapott egy fülest, hogy eltűnt az előző kollégája, és a szóba jöhető között, ő is ott van, neki is a neve, és ha csak lehet, valahogy gyorsan tűnjön el az országban, mert akkor automatikusan a következőre esik a választás, és akkor az azt jelentette, hogy elszakítják a családjától, meg tulajdonképpen soha többet nem hallanak róla, mert az Ceausescu mellé volt rendelve, és az egy ilyen-nappali felügyelet, mert ilyen rohamai voltak állítólag a Ceausescu-nak, és ezt kellett tudni kezelni orvosilag. És aki ezen a területen, vagy ennek a környékén dolgozott, hogy pszichiáter, vagy ideggyógyász, vagy ez tök mindegy, csak valaki legyen a támogatóban. És ezért jött át Magyarországra, hogy ezt a pár hetet ki bekeljen, amit azt mondja. Nem mindegy, ez bocsánat, nem egy vidám történet, csak ez jutott abban azokban az időkből az eszemben. Nem tudom, biztos, hogy nektek is vannak hasonló történeteik, vagy rokonaik, erdélyi rokonaik voltak abban az időben, de ez valahogy így ment abban az időben. Úgyhogy na jó, lépjünk tovább ezen a dolgon. Van itt egy te film, tehát tulajdonképpen te színész is vagy, úgy tűnik, filmszínész. Ez egy dokumentumfilm. Dokumentumfilm színész. Dokumentumfilm főszereplő. Nézzünk ennek vele. Milyen várjál, először mondj róla valamit. Igen, ez egy film, dokumentumfilm, Szomjas György filmje. Én nem egy kis név egyébként. És a cím az, hogy Mulatság, és ez nem tudom, 1989, nem tudom pontosan, mikor készült a Téka táborban. De úgy készült, hogy ők is csak oda beestek. A Duna TV-nek forgattak a Népzenei Magazin című műsorhoz, és annyira megtetszett nekik ott a légkör, hogy ott maradtak. Aha. És minden övé, ahol valami történt, akkor mentek. Olyan jó fejek voltak a kameraman és a hangosító, hogy azok készen álltak bármi. És akkor itt van egy, hát mondjuk össze-vissza játszom meg minden, de azért mégiscsak elhoztam egy ilyen visszatekintő, ez egy népzenei tábor, de hát itt volt minden, Mulatság tényleg, itt ivászat, de egy nagyon klassz volt, nagyon jó, nagyon szép emléken. És
igazából nemes szórakozás volt mindennek, minden negatív oldalával együtt nagyszerű volt. És a bizonyos eset, ami most következik, az az volt, hogy ott lesz egy fickó, majd mondom, hogy ki, az Sára Ferencnek hívják, azóta már gyűlösbe él egyébként, és ő kitalálta, hogy... Közel van Sára Sándorhoz, vagy Sára Ferenc? Szerintem lehet, hogy valami távoli rokonság, de nem tudom. És az történt, hogy ő kitalálta, hogy hajnali háromkor, mikor jön, mert akkor ugye nyár volt, nagyon korán jön fel a nap, hogy rakjuk egy tüzet, és hogy jön fel a nap, volt egy tó, hogy reggeli hészát fújunk, hát ott össze-vissza fújunk ilyen török sípon, senki nem tud török sípozni, de hát nem ez volt a lényeg, hanem valamit nagyon ott akartunk mutatni, meg hittünk, nem tudom, valahogy így benne voltunk, hogy hajnali háromkor rakjuk tüzet, és akkor majd, mikor jön fel a nap, akkor elindulunk a hészával, és bemegyünk a vízbe. És akkor azt történt, hogy ez. És akkor, na. Na, és akkor most jön az. De jó hős volt persze. Na, mindenki össze-vissza táncolni. Lehet, hogy fogok hosszú végzőt tartani. Van ide? Lehet, hogy 10 perc, hogy nem tudom. Te vagy a fehér inges? Ez ők a fehér inges, mert minden vastagok. Tőzsi, minden észre. Az etában után a szülők nagyon vettek minket, mert ugye sokan volt a család. Ja, igen, igen. Sátorban. Azt hitték, hogy már egy világ vége. Aha. Mondjuk én itt nagyon óvatos leszek, nem kaptam magam össze, hogy egy világ. Feri, az... Elkezdtem boldogkozni. Jó, ne? Nagyon jó. Aztán fújtuk a vízből is. Igen. Ezek még nem tudják. Aha, itt egy már egy kicsit más. Azért az úgy látszik azért, hogy voltál vízben. Thank you.
én azóta tudom kiorsulni a felülésem, amit egyszer meg akartál tanítani erre a körnézésre, és majdnem megfulladtam. És én nem kapok rendesen levegőt az orromon, és a Misi pedig emlékszel, te egyszer el, hogy egyszer akartál, tanítottál erre, hogy hogy van, meg mondtad, hogy fogjuk, folyamatosan fújjak egy papírlapot, azt adtál a hangjára. Emlékszel fel? Arra nem emlékszem, hogy... hogy egyszer foglalkoztál velem, és aztán vége az lett, hogy én majdnem megfulladtam, mert ugye csak hogy jöttem rá, utána meg is nézettem, hogy nekem van egy komoly orsövény felülésem, amit azóta sem merek megcsináltatni. De ott pedig, jöttem, itt derült ki. Pedig egyébként szerintem jó orrát, koronát. Igen. Eleve jól érdekel. Amúgy is, de fújás. Igen, is. Igen. Nem, komolyan. Jó, de nem egészséges. Óron keresztül. Hát ez volt Resch Mihály dokumentum. Hát most tényleg. Ezeket a dolgokat már nem volt ott a ilyen családi fotó. Ne szerénykedj, most jönnek majd a nagy játékfilmek. Kamarás Iván oldal. Én azt mondom, hogy most fújunk egy kicsit, hogy az tényleg legyen itt. Emek, mi akarja? Volt több Miskolci a filmekről. Igen? Tényleg? Miskolciak voltak a filmek. Igen. Többen. Tényleg? Az a hölgy, aki a Gordonon játszott, ez például Esztenásban játszik. Látod, mi egy kicsi világ? Hát nincs messze ide, Nagy Kálocs. Na tessék. Akkor mégis jól gyereztem. Bizony jó. Na tessék. Na tessék. Játszunk egy. Lassuk játszunk, vagy gyors? Játszunk akkor össze egy szentimentálisat. Thank you.
aztán... Hogy a Russelltől, hogy van egy gyereke.
De hát ott kezdeni ezt a... De hát nem tudom, hogy hány neve ez, meg turné, sorozata, meg nem tudom is, és nem volt úgy téma, és olyan kedvesen is elvetett meg. És mondod azt, hogy neked, hogy neked van gyereked? És akkor ez a rezelést találsz, azt mondja, igen, van egy lányom, most már nagy, már fél hát érjük. Ezt tudom, hogy van. És akkor mondom, wow, ez good. And you, yeah, I have a son. Yeah, she, he's also... és akkor mondta. Tehát szóval, és akkor én úgy ültem, és így a Vasvári Palival voltunk, aki nézni, te mondd, ezt el tudod köztünk képzelni. 30 év után megkérdezem tőled, hogy és mondom, hogy is vagy. Elképzelhetetlen. És tudjuk, tehát nem volt köztük feszültség, csak egyszerűen teljesen indiferens dolgokról beszélgetnek nap mint nap, és a zenének is. Egyébként a soundcheck és a koncert, meg előtte, utána, ők mennek egyedül várost, tehát nem is nem mennek. De nincsenek rossz, csak elhatározták, hogy ők hát, más típusú emberek. Ez a Russell, ez egy szerint ilyen milyen vallásos is, meg olyan szerint, de a Bob az meg egy olyan ivós, nem tudom, és akkor gondolták, hogy hát nem, nincsenek úgy közös nevezők, de a zenélésben semmi baj nincs, csak ő nem megy a Bobbal utána inni, ő meg nem megy múzeumot fényképezni a Russell-re, tehát akkor ő nem. Nincs ez a baj, de a show az megy, tehát ilyen érdekes. Én ezt elképzelhetetlennek tartom, mert én vagy megyek akkor veled inni, vagy gyere velem te múzeumot nézni, és akkor szígyel egész délelőtt, de azért ezt együtt csinálják. Hát csak hát azért ilyen másik nálunk, hála Istennek, mégis más. Na jó, szóval ez a zenekarod van, és ezzel nagy sikereket élsz el itthon és külföldön. Például a Gramofon lemez kiadó, vagy lap szerint a te lemezet lett az év legjobb jazz hanglemeze. Ami igen, szerintem egy komoly elismerés. Igen. És ez már nem az első eset, mert igen, már nagyon többször is jelöltek, sőt tavaly is volt valami, ami... Igen, ez a második, hogy az jó lemezet. Ugye? Ugye? Úgy belőled, kipisztálni. De neked még díjat? Nem, most én messze, szóval az van, hogy ez a Gramofon most már egy ilyen lejáratott név lett, ugye az a... Csak a CD óta. Ez egy érdekes dolog. A Gramofonnak a alapító igazgatója Retkes Attila. Aki zenetudományi szakember, aki zeneakadémiát végzett, zenetörténet, nem tudom miből. Tehát nem is volt vele odáig semmi. Nem is gondoltunk semmi. Tehát egy normális fickó volt, szervezett koncerteket, több ízben volt, nagyon korrekt pali. Nagyon korrekt, kulturált, hangbeszédű. Ugye mindenki tudja, hogy tudom én egy fél évvel ezelőtt, novemberben... Megsirattuk. Mert elvesztettük ezen a kodust. Csak otthon a lép, mindegy, most nem akarok reklámot csinálni, szóval nem az ennegyet néztem. Nézted a tévét. Mondja a hírekben a speaker, hogy az SZDSZ új elnöke Retkes Attila, ismerős én, hogy ki ér. És fölérek és látom, hogy az az ember ott mondja az okot. Tehát nagyon okos, nem akarom semmi közöm hozzá, csak azt akarom mondani, hogy ilyen nagyon szerint visszahúzódó szavával, ember volt, így van. És itt meg egyből rendet, jó, nem volt kellett rendet rakni, csak hogy hirtelen megváltozott. Egy is, ha belemeltünk a politikába, hogy én továbbra is kapcsolatban állok velük, mert a Művészetek Palotájában ők ilyen beszállítóként szerveznek koncerteket, és rajtuk keresztül mennek a jazz koncertek, van egy ilyen hétfesti jazz sorozat, és én is már a legutóbb is, amikor nekem az egy szülinapi koncert, azt is ott ők szervezték, meg nagyon fontos. És ők jó előre dolgoznak, tehát én már a következőben megállapodtam, most májusban megint leszünk az ő általuk szervezett koncerten a Művészetek Palotájában. Ezt majd ennek külön reklámot csinálok, mert ezt muszáj elmondanom majd, mert büszke is vagyok, meg a Studio 11-et szeretném fényezni, de ez majd egy másik dolog. És hát ezen a klasszikus és jazz, nem tudom, KHT keresztül, vagy nem tudom, megy a dolog, aminek a Retkes Attila volt pedig a, nem tudom milyen. És most van egy
a Barbara nevű kollégája, hát, tudod meg, nem tudom. Szomorúan konstatálják, hogy hát igen, az Attila sajnos nagyon aggódunk, meg úgy tűnik, hogy hát ő már nem lesz köztünk. És hát most hallottuk megint, amit mondott a tévében, hát nagyon aggódunk. Hát tudjuk az Attila, hát visszavárjuk. De hát nem tudjuk ki, mi lesz, de természetesen a dolgokat viszik tovább, de mindenki úgy beszélt, egy elhúnyt. Tehát ő eltávozott az egész szakma részén, és a politika így elhúnyt, nem? Becsináltak lakának magamnak, mert ez a kérlek szépen, ez neked is mondom, meg úgy egyáltalán, a Stúdió 11 együttesnek én tagja vagyok, és hát mindig küzdök most már évek óta ez ellen a sztereotípia ellen, hogy hát a Stúdió 11 az az, aki az Aracki, meg a nem tudom én is, és hát azok már öregek is, már fél lábbal a sírba, meg is haltak, meg már el is múlt ez az idő, mikor a szénát hordanak a szekerek, meg ezeket a számokat kellett, és hát a Stúdió 11 az így beleskatolyázott, de közben teltek, múltak az idő, mindenkinek lett mobiltelefonja, meg személyi számítógépe, meg nem tudom, és hát mi is egy kicsit azért, most már csak fiam, én vagyok lassan a legöregebb a zenekarban, ami hát elég tényleg szomorú, de mindegy, és csupa fiatal és jazz muzsikus vagyunk, és akkor kitaláltuk, hogy profilt váltunk, és mi Stúdió 11 ensemble leszünk innentől kezdve, és most tényleg egyre többet, most már csak szinte jazz játszunk, alig van egy-egy ilyen, nem tudom, színész, aki énekelne, legalább akik ma énekelnek, az inkább azok is. Tehát az már nem a mi világunk, de a május 20-án a Művészetek Palotájában lesz egy koncertünk, aminek az a cím, hogy Tribute to Jacob Pastorius, és aki tudja, kiről van szó, Jacob Pastorius az ugye az egyik leghíresebb, vagy legnagyobb basszusgitáros volt, egyik legnagyobbja, és neki volt Big Bandje, és ennek a Big Bandnek volt egy speciális hangzása, meg egy speciális zenei anyaga, és mi ezt játsszuk el, vagy próbáljuk meg a magunk számára, vagy magunk szájéze szerint eljátszani, és hogy azért ne legyünk teljesen tanástalanok, hogy hogy kell ezt játszani, ezért a Peter Erskine fog velünk dobolni, és a Viktor Béli fog basszusgitározni, akik tényleg autentikusan tudják ezt, hogy hogy kell játszani. Az Erskine az ugye játszott is vele, a Béli meg azt mondják, hogy az egyenes folytatása a Pastoriusnak, úgyhogy ez a koncert mindenkit, hogyha nem felejtik el, de én márciusban is el fogom mondani, sőt áprilisban is el fogom mondani, és szerintem, hogy májusban előtte jövök, akkor is elmondom, szeretettel várok mindenkit erre a koncertre. És ezt azért kezdte elmondani, mert ezt is ez a Retkes Attila féle társaság szervezte, és velük mondom, napi kapcsolatban vagyok, és mindig szomorúan mondják, mondom, és nem lesz probléma az Attila, az Attila már nincs, de nem lesz probléma, mert most már nincs. Szóval ilyen teljes. Igen, ebben csak az a rossz, hogy, mert ugye, tehát az a rossz, hogy a politikába elment ez az illető, szerintem és hát olyan irányban, ami ember, és ezáltal kompromitálódik egy kicsit ez az újság is. Mert az ő, hát a hét évben utána rögtön láttam, hogy a gramofonnak a szerkesztő, főszerkesztő, szóval egyből így, tehát voltak van, ez kompromitálni. Tehát a balliberális szaxofon művész, aki hát, szintén a balliberális gramofoniság lapja szerint a legjobb jazzlemeznek, nyilván ez nem, ez kérdésünk, nem, ez marhaság. Persze, de azért csak, tehát devalválódik minden egy ilyen rossz. Holott arról van szó, hogy egy lemezt, több lemezt meghallgatnak, és tetszett szakszerűleg meghallgatják, és azt mondják, hogy nem, hát ez egy különböző szakértők. És azt mondják, hogy ez idén szerintünk ez a jazz lemez a legelőre mutatóbb, és ilyen egyszerű. Csak az ebben az az érdekes, hogy erről senki nem tud. Hát most mondtuk el, sőt, szerintem, hogy ő lett az ilyen legjobb jazz lemezet, igazán szerintem megérdemel. Zenekarodról úgy tudom, hoztál fénykép helyett egy DVD-t is, arra szívesen belenéztem. Igen, hát ez egy elég hosszú kicsit, és ebben nem lehet lapozni. Csak picit nézzünk bele, mert annyi időt nem mind. Lehet, csak az elejét, ugye? Igen. Na jó, menjen egy pici, mert pici, menjen hibázkatok is benne. Azokra kíváncsiak, itt az emberek arra kíváncsiak, hogy a nem tökéletes félisten jelenleg akkor az emberek között. Ez a műsor lényeg. Láttunk itt már Szabcsit Gatyával, aki itt volt.
gatyával, több kalappal a fején. Repülőtéren, az jelentős. Igen. Képzelj, egy egyigérő nadrágban Bélát, ebben tudod, a rettenetes cipőben, amiből szokott egy fehér szokniba, hófehér lábakkal. És miután akkor ment fényképezkedni Amerikába, vettem ilyen kalapot, de nem tudtam, akartam őket összegyűrni, úgyhogy az összes kalap helyi volt, az 3-4, egy ilyen lehetetlen ilyen havai ingben, eddig írjön Andrá. Azt mondja az Attila, hogy a repülőtéren, ahol egyébként szokva vannak a külföldiekhez, és nem nagyon szoktak ott nézegetni. A Bélát nézték. Úgyhogy itt azért lerántjuk a leplet. Már megy a zene. Megy. Olyan díj, amire nem vagy büszke.
Nem, semmi, nincs olyan azért. Hát van egy olyan, nem annyira ismert, hogy Magyar Művészetért az a címe. Kaptam egy olyan díjat régebben. Aztán meg a legutóbb egy pár évvel kaptam egy bizdíjat. És hát úgy örültem neki. Ilyen térszalagrend, meg ilyenek. Térszalagrend, nem, de viszont elkérem ennem a Csont Kovácsot. A térszalagrend. Majd ő csinál egyet. Nekem most a vállam van itt felcsípozva ilyen, hogy tartsákat. Igen, igen. Ja, mert igen, a teniszezőkön láttam ilyeneket. Csak. Hát köszönöm szépen, de nem. Egyszerűen csak a... Nem, csak fáj. Jó, azt hittem, hogy van rajta valamilyen szalag, ami rá... De nem, van, rá van most ragasztva, és akkor az tehermentesíti, nem is én kezelésen, az az. Ne kérd, hogy felfedjen. Elmegy a műsor egy olyan irányba, ami nem szabad. Mik a terveid? Mit csinálsz most? Hova készülsz? Minél előbb ágyba kerüljek. Komoly terveim. Hát most csak ilyen, hogy most csináltam egy-két újabb kis kompozíciót, meg még van egy-két ötletem, vagy egy kis, mondjuk egy órácsányi újabb repertoárt össze lapátolni a zenekarnak, ezt bepróbálni és akkor játszani. Mm-hmm. Van lesz valami olyan fontosabb koncerted, ahol esetleg most el tudjuk mondani, vagy ami olyan? Hát most ez volt az utolsó, a Műpában, ami mm-hmm. fontos volt. Ez nem olyan jó, azt hiszem decemberben, nem tudom, egy novemberben. Igen, fontos volt neki. Ezt muszáj lecsapni a díjat. Most nincs ilyen, nem tudom, hogy fontos koncertben, mert nincs. Jó, ha nincs, akkor... De úgy örülök, hogy van egy-két ötletem, és úgy van, lesz mit. Most elkezdtünk próbálgatni. Volt több próba is, mert nagyon ritkán szoktunk mi próbálni. Hát ez minden zenekarnál sajnos az egy jellegző az jó. Probléma, pedig az jó. És most próbáltunk is, úgyhogy van remény, hogy még együtt maradunk egy ideig. Hát igen, most már Pistivel hány éve játszol együtt? Hát... Közel 40. Hát, majdnem. De 30 biztos. Hát kisebb-nagyobb megszakítás. Hát igen, a Binder együttesben Veszel Jancsi volt először, aztán a Pista. És az volt 79-80, az hány éve? Hát az akkor több mint 10. Maradjunk ennyire. Jó van. Oké, játszunk még egy ilyen izét. Ez tenor őrületet. Játszunk egy tenor őrületet. Thank you.
Thank you.